Na, sziasztok, én Józsi lennék, és most találtam egy olyat, hogy nem tudom, hogy mennyien vagytok így, hogy szeretnétek pénzt keresni, meg ilyen hasonló, de legtöbben ugye mindenki játékra költeni, hogyha tehetni, velem az élen. Na, ebből kifolyólag nézegettem én így a Facebookot, meg ilyeneket, meg egyre több helyen látom ezt. Gondoltam már én is kipróbálom, hogy ez hogy mind működik. És úgy láttam, hogy beválhat, mivel hogy már jó páran letöltötték, nem ilyen 1-2 ezer, hanem ilyen 300-400 ezer környékéről beszélek én. És ugye én a G2-t is úgy kezdtem, hogy már jó páran ugye benne voltak, és akkor én várogattam, és úgy gondoltam, hogy azt is el kell kezdeni, és hogy mondjam, ugye én már egy évet csinálom, és hát büszke vagyok, hogy úgy szereztem játékokat, hogy nem kellett különösebben ráköltsek magára arra, hogy megvegyem őket, hanem igazából ott megcsináltam a promókódot, és akkor ilyen potom összegér, mivel hogy ugye egy tizedes jegyet nem számítva bele, ilyen 290 forintért vettem például a WoW game cardot, meg ilyesmi, hogy a többi részét ugye promókódként felhasználtam az összeget, és akkor a maradékot az ilyen tizedes jegy részénél én azt kifizettem rendesen bankkártyával. És még így is olcsóban jöttem ki. Most érted, hogy WoW game cardja nem fizetnék ki 7000-et, hanem kifizetsz 290 forintot, még bőven megérte, hogyha azt nézem. Ma nagy részét úgy is 99%-át így is izével fizetted ki promókóddal. Na már most ugye én abba ugye egész jókat teljesítettem, és elég sok játékot szereztem, így is mai napig is ugyanúgy szerzem benne a játékokat, csak már nem csinálok róla a videót, mert elég bőven felsoroltam azt, hogy mi van a G2A-ban, és ugye abból elég szépen jöhet pénz is. Na, de most nem G2A-ról lesz szó, hanem egy teljesen más dologról, ami ugye ilyen rewards alapú. Végül is itt is a részbeni költés a lényeg, mivel hogyha valami megtetszik, megveszed. Ezt mindenki így gondolja még a mai napig is, hogy ha valami tetszik, akkor megveszünk. Hát miért nem? Mert azért veszünk, mert tetszik. És ugye ez is erről szól, hogyha valaki akar valamilyen applikációt vásárolni, miért nem? Most ugye az applikáció korszaka van, és így ezáltal applikációkat vásárolnak mindenütt. Már ugye a TeamSpeak is fizetős lesz, leve is lett, és ugye vannak, akik megveszik a TeamSpeak-et azért, hogy normálisan tudjanak vele beszélni. Vannak, akik letöltik, de az más lapra tartozik. A Cricket verzió az nem úgy megy, ahogy kellene természetesen. Na, és most ugye jött egy teljesen új része ennek a dolognak, ami ugye telefonos applikációkból gyűjt az ugye összeget, meg ilyen hasonló. Még annyira nem fedeztem föl, de viszont látok benne potenciált, ezért nektek is megmutatom azt, hogy mit lehet ebből kihozni. Na, következő, ugye először regisztrálni kell erre az egészre. Ugye ez a WHAFF Rewards maga ez a... Én közben így ugye tableton én csinálgatom és mutatgatom nektek, hogy én mihogy, merre, hova tartok. Nem találtam olyan applikációt, amivel ugye össze tudom így kötni a gépet. Pedig már sok helyen láttam, de én még nem találtam meg. Ugye találtam ilyen TeamWeaver-t, meg ilyesmi, de hát az csak a gépet tudom irányítani, ezt így nem. Na, beírjuk azt, hogy WHAFF Rewards, és egyből ki is dobja. Így nem tudom, mit láttok belőle. Közben nézem. Kb. Ilyesmit kell, hogy találjatok majd. Ezt kell telepíteni, természetesen elfogadjuk, wifi-t használjon, mert az egyetem. Most nézem, hogy 4,6-os átlaga van az 5-ből, és 380 ezeren töltötték le, ez egy 8 megás kis. Tudsz, én már mondjuk ezért letöltöttem,
telefonomon már rajta van. Nagyon jó, csak addig lehet így ezzel kis kamerán keresztül mutatni. Telefonom már rajta van, ott már 0,30 dollár van rajta. De úgy látom, hogy ezzel kezdett az egész. Na, per pillanat még telepít itt nekem. Sikeresen föl lett telepítve, meg is nyitom. Ugye most megy a megnyitás, most full fehér. Ilyen a előugró ablak. Itt van az előugró ablak. Itt most be kell loginolni. Ez természetesen nektek a Facebookot használja, nekem is a Facebookot használja. Annyi az egész, hogy ugye rá kell nyomnod a loginra, megkérdezi, hogy hozzácsatolhatja neked a Facebookot, az ezt az egészet. Mivel, hogy ilyen Facebookos applikáció az egész, ezért én megbízhatónak tartom, nekem még így nem volt problémám ezzel, úgyhogy én mindenkinek csak ajánlani tudom. Na, itt elég sok minden van, ugye ilyen Clash of Clans, meg ilyen hasonló, lehet látni. És van itt a half a végén, amiben benne van ugye a payout. Én ezt megnyomom. Hát nem látjátok annyira, elég ez, de így kell, hogy kinézzen. Ott lehet látni, hogyha valaki Steam-es, az egyből észreveszi, hogy ott van a Steam-nek az ikonja. És opa, kicsit mellé raktam a kamerát. És ugye ott van az ikon. Hogyha én ott rákattintok, hogy ki tudom választani, hogy mit szeretnék én kivenni ugye a payoutból. Van 22 dollár, meg 55 dolláros verziója, és akkor ugye erre így rá kell nyomni. Amíg még érdekesek, ugye le tudod nézni azt, hogy milyenek a checkkódjaid, a premium pickups-ok, meg az ilyen hasonlók, hogy végül is mit tudsz venni így ebbe az egészbe? Lucky pickup. Nem tudom. Annyira nem vágom ezeket. Én nem vagyok ilyen mobil applikációs, de azért minden egyes dolgot én kipróbálok. Hát miért ne? Lehet, hogy lesz belőle valami. Ugyanúgy, mint a G2A-ban. Nagyon örülök, hogy például, hogy G2A-zok. Mert vannak olyan dolgok, amiket ugye onnan meg tudok szerezni. Na, hát én most nem tudom, hogy még mik vannak itt, ezt kicsit jobban át kell vizsgálódjam, mert nekem most van először meg. Csak egyből ugye csinálok egy ilyen kis videót, hogy mit, hogy alapjáraton itt van 0,30 dollár, abból tudsz üzelni, mindent csinálni. Vannak itt jó dolga. Mondjuk itt meg is lehet itt egyből osztani. Ma írják, nagyon jó, best app ever. Ugye, írják a 5 csillagra írja, 298 ezeren 5 csillagozzák, hát ez szerintem az én ilyen jutalom. A végül is nem tudom pontosan, hogy mi, hogy ezt ugye mindenkinek ki kell próbálnia, másképp nem. Közben én csináltam ide egy ilyen half rewardos írományt, hogy honnan, hogy mint tudjátok ezt letölteni, meg hogy mi az, van, amit nem írtam át. Nekem itt át kell írnom ezt. Nagyon jó. Ez, várjatok. Már innen is meg tudom csinálni. Én mindenkinek ajánlom, hogy egyszer próbálja ki, mert ez muszáj, muszáj, muszáj valamit csinálniuk az embereknek, mert ez, hogyha nem csinál semmit, az adja a legrosszabb. Hogyha meg találsz valamit, amivel tudsz előrébb jutni, hát ez egyetlen jó lehet. Na, hol is volt ez a... Vissza. Még át kell böngészni, ugye van itt ilyen notification, hogy...
mi ez az egész, ha leírják. 2014. második hónap 25-én indult maga ez a egész ilyen ez a jutalomrendszer, azt írja. Megkeresem. Előbb még itt volt. Hát amit én erről egyrészt úgy egyből látok, hogy ez a Castle of Clash, vagy nem tudom mi, ez a Clash of Clans, ugye ezt nagyon-nagyon sokan játszák például. Ebben is nagyon sok ilyen lehetőség van. Közben megtaláltam azt, amit be kell írni. De mindenkinek saját draft kódja van. Természetesen itt is az a lényeg, mint G2-nél, hogy ajánld másoknak a játékot. Én is ezt teszem. Nektek ajánlom nektek ezt az egészet. Próbáljátok ki, hogy mégis nektek hogy és mint menne. Sose lehet tudni, hogy sikerülne vagy nem. Mindenkinek meg kell próbálnia. És ez tényleg nem egy nagy dolog ez az egész, úgyhogy mindenki meg tudja csinálni úgy, ahogy szeretné. Hát aki foglalkozik vele, az fog vele giftcardot gyűjteni, aki meg nem foglalkozik vele, az természetesen nem fog szarcsot gyűjteni. Mondjuk ki tisztán és fehéren, feketén, nem szeretek kertelni, ez az igazság. Ha csinálod, lesz, ha nem csinálod, nem lesz. Jó pár emberre találkoztam, akik csak belekezdtek valamibe, és akkor ott hagyták. Természetesen mérlegelned kell, hogy ez neked kell-e pénz, ahogy mondani szokták, kell-e neked a pénz. Ez mindenki döntse el maga. Hogyha kell, akkor fogod csinálni, hogyha nem kell, akkor nem fogod csinálni. Akkor megy az üzleted, ha beszélsz róla, ha nem beszélsz róla, nem megy az üzleted. Ez ilyen nagyon egyszerű. Na, hát így, srácok, Dióhéjba ennyi. És hogyha gondoljátok, hogy csatlakoznátok, akkor ott van a kódom AV6060 és 2-es. Csatlakozzatok csapatba, és kíváncsi vagyok majd a kommentekre, hogy mi, hogy merre. Na, mindenkit várok a csapatban. Sziasztok!